A záró hármas fordulóban, amelynek helyszíne Modorvárosa volt, összesen több mint 70 nagymester, nemzetközi mester és fidemester vett részt, amire korábban még nem volt példa. A dunaszerdahelyiekre a hosszú hétvégén három nehéz mérkőzés várt. A Slovant sikerült legyőznünk 4,5-3,5-re. Bravúr győzelmet szerzett a dunaszerdei Petényi Tamás, ugye, aki először életjével le tudta győzni a Lubomir Vtácsnik, aki élő legenda. Tudtuk, hogy ha sikerül ezt a Reinter Sinát legyőzni, akkor már minden oké, okay, de Sinát viszont nem sikerült legyőznünk, hanem elszenvedtünk első vereséget a bajnokságból. Olyan helyzet keletkezett, hogy azzal, hogy mi kikaptunk vasárnapi mérkőzésen Kassa ellen, nekünk kötelesség volna győzni, hogy bajnokok lehessünk. Első öt táblán elértünk 2 pontot, de utolsó 3 táblán, ahol a cserejátékosok volt, azok meg csináltak 2,5 pontot, és ezzel 4,5-3,5-re le tudtuk könyvelni a győzelmet. Így lett a dunaszerdai újra bajnok. 5 parti után vesztettünk 1,5-3,5-re, de küzdöttünk, az erdeheliek megmutatták a erejüket, és hál' Isten sikerült így ezt az eredményt elérni. A címvédéshez a magyarországi Bagi Máté is hozzájárult, aki 2,5 éve a csapat játékosa. A 2017-18-as bajnokságban 11 partit játszott, amelyeken 9 pontot szerzett. Viszonylag hátsók lábán játszuk, nálam gyengébb ellenfelekkel játszuk általában, de hát nyilván őket se könnyű legyőzni. Vannak a csapatban olyanok, akik inkább náluk jobb vagy hasonló ellenfelek ellen teljesítenek jó. Sose volt még ilyen, hogy címvédés lett volna, szóval ez így még szebb, a bajnoki cím. Az a titka egyébként, hogy a nagyon jó hangulat van a csapatban, több csapaton van, de igazából egyikben sincsen ilyen csapatszellem. A vitrin, amelyben a dunaszerdahelyi sakcsapatok által szerzett kupákat őrzik, mára teljesen megtelt. A sikerek közül kiemelkedik, hogy az A csapat az elmúlt 6 évben 3-szor az első, 3-szor pedig a második helyen végzett a sakk extraligában. A kontinens legjobb csapatait felvonultató Európa Kupa küzdelmeiben pedig 3-szor is sikerrel képviselte városunkat. Ez a csapat elérte a maximumát, úgy döntöttünk, hogy a jövő szezontól több saját nevelésű és hazai játékost beépítünk a csapatba, hogy egy mérkőzésen legalább 3-4-en játszanak dunaszerdahelyiek a csapatba. Természetesen, hogy szeretnék jó eredményt elérni, de most már nem mindenáron csak első hely lesz a cél, hanem fő célunk az lesz, hogy saját játékosaink több játék lehetőséget kapjanak a bajnokságba. A tervek szerint a bajnokcsapat idén is az Európa Kupa résztvevője lesz, amelyet ősszel rendeznek meg Görögországban.